Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor egyszer Jézus egyedül imádkozott, és csak tanítványai voltak vele, megkérdezte tőlük: kinek tartanak engem az emberek? Ők így válaszoltak: van, aki keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások szerint viszont a régi proféták közül támad fel valaki. Ő tovább kérdezte: hát ti, kinek tartotok engem? Péter válaszolt: az Isten fölkentjének. Jézus rájuk parancsolt, hogy ezt ne mondják el senkinek. Majd hozzáfűzte: az emberfiának sokat kell szenvednie, a vének, a főpapok és írástudók elvetik őt, megölik, de a harmadnapra feltámad. Amikor már sokan gyűltek köré, ezt mondta: aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét minden nap, és úgy kövessem. Mert aki minden áron meg akarja menteni életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti életét érettem, megmenti azt. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, épp hogy kitört a szünet, mármint a nagy nyári, diáknak, tanárnak egyaránt öröm. Ha végignézek rajtatok, azt látom, hogy zömmel az a szociológiai csoport és összetétel vagytok, akik már szülők, nagyszülők. Nyilván szülőként, nagyszülőként, tanárként, pedagógusként, zenetanárként és zenepedagógusként, hol vagy Pitel Anni, nyilván tudjátok, és milliószor elhangzott ez a mondat a szátok, hogy édes kisfiam, már milliószor megmondtam. Ugye mondhatok ilyet szülőként, ugye mondhatok ilyet nagyszülőként, ugye mondhatok ilyet tanárként, pedagógusként. És a millió egyediket is meg kellett ismét a kölöknek mondani, mert úgy reagált, mint akinek be se mennem, hogy kijött volna a másik fülin. És nem szűnik meg egy szülő folyamatosan, és egy nagyszülő, és egy jó tanár, folyamatosan instruálni, egy jó pedagógus, még hogyha sportedző is, nem szűnik meg folyamatosan instruálni a rábízottakat, a nebulót, az unokát, a gyereköt, és újra és újra és újra és újra és mondja és mondja és mondja, hogy édes kisfiam vagy édes kislányom, kedves hallgató, ezt vagy azt így vagy úgy kell csinálni. Nagy öröm egy szülőnek, egy pedagógusnak, amikor viszont látja munkája eredményét. Hadd osszak meg veletek egy ilyen nagy örömöt, közel 2 évtizedes egyetemi katedrán való működésem után szerintem a világtörténet legjobb szakdolgozatát olvastam dr. Vörös Klára tollából múlt héten. Én ilyet még nem csináltam, de a konzulensi értékelésre a csillagos 5-ös javaslatot adtam, és a jegyzet, a könyv kiadása érdemes úgy, ahogy van. Abszolút friss és eredeti, saját gondolatok, nem másolt és nem összeollózott, nem innen-onnan, amonnan összetákolt, hanem saját kutatás, saját fölmérés, saját átimádkozott, átelmékedett élet, hogy azt ne mondjam, tanári működésem koronája, és mert mindent a zeniten kell abba hagyni, ezen el örömmel bejelentem, hogy a Veszprém Egyetem master szakán a tanítást befejeztem. Múlt idő. Mindent a zeniten kell abba hagyni. Én ezt ennél jobban nem tudom csinálni, tehát a master szakon többet nem fogok tanítani. Milliószor elmondja a szülő, milliószor elmondja a tanár, milliószor elmondja a pedagógus ezt a mondatot, hogy édes kisfiam, édes kislányom, és úgy tűnik, hogy alig-alig van foganatja, alig-alig megy át a köztudatba. Miért mondom ezt? Mert Jézus is egy ilyen szituációban van. Milliószor el kell mondja az apostoloknak és a tanítványoknak, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, a vének, a főpapok és írástudók elvetik őt, megölik, de harmadnapra föltámad. Milliószor el kell mondania, és úgy tűnik, hogy az apostolokban működik egy hárító mechanizmus, és ez nem csak az apostolokra, hanem rátok és rám is igaz,
amivel nem szeretünk szembesülni, amit nem esik jól hallani, ami nekünk fájdalmat, ami nekünk gondot, bajt, problémát jelent, azt hárítjuk magunktól. Arra nem reagálunk, azt nem halljuk meg, azt nem vesszük komolyan, azokat szeretjük a szőnyeg alá söpörni, hogy majd ez úgyis jól el van. Az apostolok nem tudnak mit kezdeni Jézusnak ezzel a mondatával, hogy az ember fiának sokat kell szenvedni, egyáltalán, hogy az ember fiának kell majd szenvedni, és azzal végképp nem tudnak mit kezdeni, hogy az írástudók főpapok elvessék az általuk igen tisztelt és nagyon szeretett mestert, és azzal végképp nem tudnak még ezentúl mit kezdeni, hogy még ráadásul pluszba meg is ölik. Jézusnak ez egy kulcsmondata, Jézusnak ez az identitásának a központi eleme, a központi tagja, a jézusi igehirdetésnek, a kérügmának a legcsúcsabb és a legközpontibb üzenete, és csak ezt nem értik egyebek mellett. Jézus Krisztusnak tehát milliószor újra és újra, mint egy jó tanárnak, egy jó szülőnek, egy jó pedagógusnak, egy jó nagyszülőnek, újra és újra és újra és újra el kell mondania, hogy már pedig ez a sors vár rám, ő ezért jött, neki ez az identitása, már pedig neki ez a sorsa, amit be kell teljesíteni. És az apostolok nem értik. Következésképpen Jézusnak egy lépést újra tovább kell lépni, újra közelebb kell az apostolokhoz menni, újra közelebb kell az apostolok számára az igazságot hozni. És elhangzik ez a mély értelmű, sokszor idézett mondat, aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét minden nap, és úgy kövessem. Mert aki minden áron meg akarja menteni életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti életét érettem, megmenti azt. Pár héttel ezelőtt beszéltünk egyszer arról, hogy a Szentírás tele van kontradikcióval, tele van látszólagos, ellentmondásos kijelentésekkel és állításokkal. Jézus Krisztus maga magáról azt mondja, hogy út, igazság, élet vagyok, igazság, amelyiknek minden egyes kijelentése megállja a helyét, minden egyes kijelentése igaz, minden egyes kijelentése transzparens, áttetsző. Ha tehát ez számunkra kontradikciónak, számunkra ez ellentmondásnak tűnik, akkor nem Jézus igazságában van baj, hanem a mi felfogó és a mi értelmezési horizontunkkal, a mi értelmezési képességünkkel. Mert valóban ellentmondásnak látszik, hogy aki meg akarja menteni életét, az elveszíti, aki pedig elveszíti életét, az megmenti azt. Ez valóban első olvasata ellentmondás, de ha Jézus interpretációja szerint értelmezzük, Jézus szándéka szerint értelmezzük, akkor már nem az. A felszínen igen, hogy lehet valamit megnyerni, amit az ember elveszít, és hogy lehet valaki vesztes, hogyha tulajdonképpen nyerésre áll. A felszínen ez a mondat valóban ellentmondás, de a mély értelmében már nem az. Mert a jézusi értelmezés szerint az életünknek van egy látható és van egy láthatatlan dinamikája. Van egy felszín és van egy mélység. És ez a kettő az emberi interpretáció szerint lehet feszültségben, lehet ellentétben egymással, de Jézusnál nem, mert ő mindennek az egysége, mindennek a foglalata és a teljes őszintesség és a teljes áttetszőség. A tanár, a diák számára, szülő a gyereke számára milliószor ismétli az igazságot, és Jézusnak is ezt milliószor meg kell tenni. Vagyis mi megértettük-e Jézus üzenetét, amit számunkra akart átadni? Vagyis mi felfogtuk-e ezeket a magasztos igéket, ezeket a szavakat, amiket Jézus ajkáról fakadtak, hogy akkor nyerjük meg az életünket, ha benne elveszítjük azt. Aki mindenáron nyertese akar lenni az életnek, az általában mellé fog. Ahhoz, hogy te valódi pozícióba kerülj, ahhoz Jézusért le kell mondanod erről és arról. Ahhoz, hogy te valóban Isten szerint boldogan éld az életed, ahhoz alá kell vetned magad azoknak a törvényszerűségeknek, amiket ő kér és ő parancsol,
és akkor leszel nyertes. A világ szemében ez lehet veszteség, de ki és mi számít neked? Az a szomszédasszony, aki ma esetleg megsüvegel téged, vagy aki holnap után irigykedik rád, aztán elfelejtődik úgy az indok, mint a szomszédasszony egyaránt, vagy az a Jézus Krisztus, akinek a törvényei örökök. Ki és mi számít neked? A szomszédasszony vagy a világ szemében akarsz feszíteni, az ő szemében akarsz sikert magadnak elkönyvelni, vagy annak a Jézus Krisztusnak a szemében, akinek parancsai örökök. Aki meg akarja menteni életét, az el fogja veszíteni azt, de aki értem és az evangéliumért tud veszteséget elkönyvelni ebben a világban, az nyertesen kerül ki majd. És még egy apróság, ami ugyanakkor fontos. Jézus azt mondja, hogyha egy valami jó cselekedetet értem teszel, annak nem marad el a jutalma, a mennyországot ígéri annak, aki akár csak egy pohár vizet is nyújt a másiknak, csak azért, mert Jézus tanítványa. Ezt a nagy stílűséget nem lehet felülmúlni. Ha tehát belesimulsz Jézus akaratába, ha tehát belesimulsz Isten szándékába, akkor leszel az élet nyertese, és ebbe a nyereségben apró picurka veszteségek bőven beleférnek.